Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV-t, Európa kulturális fővárosának hivatalos helyi televízióját látják. A város friss közéleti és sporthíreivel ez a pont ma, március 21-e vasárnap van. Mai műsorunkban fórum lesz a bányászok helyzetéről, ima hazánkért és Európáért, valamint reakciók a koldulást megtiltó rendeletre. Ezek lesznek fő témáink, tartsanak velünk! Tilos a koldulás a belvárosban. Csütörtöki ülésén a közgyűlés többsége elfogadta az ezt kimondó rendeletet. De vajon hogyan vélekednek erről az itt élők és a turisták? Kollégáink ennek jártak utána. Egyre többen vannak azok, akik pénzt kérnek tőlünk az utcán. Ennek megfékezésére hozott a város egy rendeletet, miszerint megtiltják a koldulást a belvárosban. Egyik ismerősünk mesélte, hogy vett kiflit a két koldult, és utána rúgta. Nem is azért kellett volna neki a pénz, hogy egyen, és ezért ezt eléggé furának tartom. Valamikor egyetértenék vele, valamikor nem. Igazából segíteni kéne őket, nem pedig azt, hogy még akadályozni a munkájukat, otthonteremtés, munkahelyteremtés, hogy ők is vissza tudjanak éleszkedni a társadalomba. Én azt gondolom, hogy egyre több kolduló ember lesz, és őket így kitiltani, hogy mennyire fog ez sikerülni, fogalmam sincs. Ez a feladat a közterületfelügyelőkre hárul. Már a jövő héttől erélyesebben lépnek fel a kéregetőkkel szemben. Kezdeti időszakban ugye nyilván felszólítjuk ezeket az embereket, hogy abban a tevékenységet is hagyják el a helyszínt. Abban az esetben nyilván, hogyha ez nem vezet eredményre, nem fogják abba hagyni a tevékenységüket, akkor előkerül majd a bírság. Ennek a végrehajtása vagy a behajtása ugye ez nehézséget okoz, hát ezt igazából majd a gyakorlat fogja megmutatni, hogy ez hogy kivitelezhető. Hétfőtől nagyobb figyelem hárul a Széchenyi térre, a Ferencesek utcájára, a Király utcára és a Vásárcsarnok környékére. Tapasztalatok szerint ezek a legkritikusabb pontok a városban. Lehet utálni, lehet sajnálni a kéregetőket, de tudomást sem venni róluk nem lehet, hiszen itt vannak napjainkban, az utcákon sétálnak. Hogy az a legjobb megoldás, hogy megtiltják-e a belvárosban a koldulást, nem tudni, de valamit tenni kell az ügyben. A Pécs TV híradóját Óbert Kriszta tudósította. Elkelt a Páva Zsolt polgármester által licitálásra felajánlott sátor. A nyertes április 17-én a Tubes napján veheti át nyereményét. Köz érdeket is szolgál ez az alapítványnak a támogatása, és mi vándormészek vagyunk, és a gyerekeknek jött az ötlet, hogy ők is velem tudnának a sátorba aludni, hogyha vándorlunk a miekkel. Két hétre el szoktunk menni, és így velünk tudnak ők is jönni, és tudnak bent aludni. Újra Pécset járt az élményvonat. Az EKF Management és a MÁV együttműködésének köszönhetően a Szopiáné névre keresztelt szerelvény szombaton ismét városunkba érkezett. Ezúttal az utasoknak nem csak szakszerű városnézést, de egy kóstolóval egybekötött villányi pincetúrát is kínáltak a szervezők. Irány Pécs. A nosztalgia vonat nem csak ajánlja, de hozza is az embereket városunkba. Idén már másodszor gördült be a Szopjanna névre keresztelt vonat a pécsi állomásra. Szombaton a Pécsi Vasutas koncertfúvó zenekar köszöntötte a vendégeket. Míg január 10-én az LKF hivatalos megnyitójára érkeztek az élményvonattal, addig március 20-án már városnéző sétára is meginvitálták az érdeklődőket. Szombaton is több mint 100-an utaztak le Pécsre. Valaki rokonlátogatásra, mások a vonatozás kedvéért. Vannak itt rokonaink is, nagyon szeretjük, és még mint kulturális főváros 2010-ben még nem voltunk. Tehát úgy gondoltuk, hogy ezen a szép tavaszias március 20-án jövünk el rokonlátogatóba, illetve városnézőbe. A gyerekek ugyanis állandóan autóval utaznak, és legalább ez egy élmény nekik. Pécset most négyféle városnézés közül választhatnak a vendégek, és villányba indul tovább a vonat. A Borairól híres településen pincelátogatáson vehettek részt azok, akik a hosszú úton megszomjaztak. A kaland nem tartott sokáig, az élményvonat még szombat este visszaindult Budapestre.
Hazánkért és Európáért imádkoztak a kertvárosi katolikus templomban. Szent Benedek Európa védőszentjének napján Peterdi Dániel református püspök helyettes, Schönberger András főrabbi, Varsányi Ferenc evangélikus lelkész és Pavlekovics Ferenc katolikus plébános mondott imát. Bajban van Magyarország, Európa és a világ is, mert olyan értékrendre építették működésüket, amely alapvetően az emberi önzésen alapul, vélekedik az Összefogás Pécsért Egyesület alelnöke. Kővári János szerint ez a társadalmi szemlélet összeomlott világszerte Magyarországon is. A hit segít abban, hogy szembe tudjanak nézni az emberek önmagukkal, a hit segít felismerni a rosszat, és a hit reményt ad, hogy jobbá tudjuk tenni a világot, tette hozzá Kővári. Szent Benedeknek, Európa védőszentjének napján vasárnap hazánkért és Európáért imádkoztak a kertvárosi katolikus templomban. Az Összefogás Pécsért Egyesület 8-szor hívta imára a pécsieket. Én úgy gondolom, hogy mindig szükségünk lehet arra, hogy visszaforduljunk oda azokhoz az értékekhez, amelyekben a szolidaritás, az egymás felé fordulás, egymás segítése a fontos. Ha ez így lesz, akkor Magyarországon is jobb lesz élni. Az ima során Peterdi Dániel református püspök helyettes, Schönbergen András főrabbi és Pavlekovics Ferenc katolikus plébános osztotta meg gondolatait a megjelentekkel. Varsányi Ferenc evangélikus lelkész nem tudott részt venni a közös imán, gondolatait Peterdi Dániel püspök helyettes tolmácsolta. Most legfrissebb tudósításaink következnek. Újabb szülőszállással bővül a Pécs Normandia Lions Club. A kialakítás alatt álló szobákat a pécsi kórházakban ápolt gyerekek és szüleik vehetik majd igénybe. A 60 millió forint körüli beruházás teljes összegét még nem sikerült biztosítani a Lions Clubnak. Az épület felújítását társadalmi munkában végzik. Ha kész lesz, jelentősen bővül majd az ingyenesen igénybe vehető pécsi szülőszállások száma. Ez az épület 28 fő elhelyezésére lesz alkalmas, és 10 férőhelyel fog bővülni a szállás. Jelenleg 18 férőhelyes, de nagy igény van a bővítésre. Nem csak nagyobb, hanem színvonalasabb is lesz az új szülőszállás. A jelenleg használt Rét utcai épületben közös fürdőn és konyhán osztoznak a szülők. Az új épületben külön fürdőszoba és 2 vagy 3 ágyas szobák várják a beteg gyerekeket és szüleiket. A kultúra nemzeteket köthet össze. Ez a gondolat alakíthatta a Lengyel-Magyar Barátság napját. Az alkalmat vasárnap Pécset ünnepelte a magyarországi lengyel kisebbség. Az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódva elsőként egy kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők a Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központban, mely a közös magyar-lengyel történelemnek állít emléket. Ezt követően a Művészetek és Irodalom házába várták a vendégeket, ahol Kemény Finé Kravcsun Halina Pécset élő lengyel képzőművész munkáiból nyílt tárlat. Szerintem a kultúrában is mindennapos életben, turistikában lengyel-magyar barátság mindig volt, és mindig lesz szerintem, és jelenleg is mindig van, és úgy gondolom, hogy a magyar-lengyel barátság egyre erősödik. Én nagyon örülök, hogy ez a mai rendezvénysorozat létrejött, és nagyon köszönöm a lengyel kisebbségi önkormányzat vezetőinek, hogy az Európa Kulturális Főváros programjába belefért ez a mai rendezvénysorozat. A nap egy koncerttel zárult, szintén a Pécsi Művészetek és Irodalom házában, amellyel a 200 éve született világhírű lengyel zeneszerző Frederik Chopin előtt tisztelgett Marcin Dominik Gluch, Svédországban élő lengyel zongoraművész. Új kiállítással jelentkezik Hámori Gábor fotóművész. Szerdán 18 órakor a Ciszterci Nevelési Központ kollégiumában nyílik meg korábbi felvételeit bemutató tárlata. A stúdióban a művész Hámori Gábor, a Mecseki Fotóklub vezetője. Köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm a nézőket. Igazából akkor ez egy régi új kiállítás, mert ezek a képek már megjelentek. Mi most az aktualitása ennek a tárlatnak? Hát az EKF alkalmából átalakuló városunknak a tavaly nyárig tartott arcát mutatom be újra. Érdemes megnézni, mert most már minden megváltozott, építkezések, egyelőre bontási területek és félig kész építkezések között járunk a városban, de már semmi sem olyan, mint 5 évvel ezelőtt volt. Tehát úgy gondoltam, hogy most aktualitása van a város 5 évvel ezelőtti arcát bemutatni újra. Mikor kapta ezt a felkérést? Hát ez a kiállítás, ez 5 éve a hozzátartozó album megjelenésekor, a Pécs Madár Távlatból album megjelenésekor már így ki volt nagyjából hasonló formában állítva,
És hát tavaly kaptam a felkérést, hogy mivel a város változásnak indult, van-e kedvem kiállítani újra ezeket a képeket, és úgy időzítve, hogy amikor már nem látható az az arca a városnak, amit még a képeim mutatnak. Kevesebb fotó lesz, mint a korábbi bemutatón. Mi alapján válogatta akkor össze a képeket? Tehát ki kellett-e hagyni képeket? Mi alapján hagyott ki? Hát úgy néz ki, hogy 50-55 kép körül lesz az anyag. Amikor majd akasztom fel a falra, akkor látom meg a végleges számot. Nyilván azt szerint válogatom, hogy azok a területek legyenek elsősorban a falon, amik már változtak, amik már nem olyanok. Azóta fotózott-e már a városban? Természetesen folyamatosan, de hát most télen, ősszel, télen kezdtem el az új anyag készítését, amikor majd reményeim szerint talán évvége felé már kialakul a város új arca, hogy addigra be tudjam fejezni az új képanyagot, amihez hát kiállításokat, album kiadását tervezem, hogy megmutassam Pécs új arcát az EKF után. Ezeken kívül ön szerint miért fontos az, hogy valaki a várost fotózza, egy-egy városról készítsen képeket? Hát nagyon sok oka lehet annak, hogy valaki városokat fotózzon. Nyilván van a turisztikai, az idegenforgalmi, a reklám célú fotózás, ami szintén nagyon fontos. De hát az itt élőnek, aki hát születésem óta itt élek, nekem a város a mindenem, tehát nem tudnám elképzelni magamat máshol tartósan. Tehát én együtt élek a várossal, és a lelki világát, a rezdüléseit is érzem. Hát remélem, hogy be is tudom mutatni időnként a képeimmel. Most mi a helyzet a Mecseki Fotóklubbal? A város egyik legrégibb fotóklubja, hanem a legrégibb? Hát a legrégibb, 52 éves. Mi úgy ünnepeljük az Európa Kulturális Fővárosa évét, hogy csak a saját tagjaink, pécsi fotósok, fotóművészek alkotásait mutatjuk be idén, nem hívunk sehonnan vendégkiállítókat. Ennek a sorozatnak már a harmadik kiállítása nyílik majd most kedden 6 órakor a Civil Közösségek Házában, levő galériánkban. Az egyetlen élő alapító tagunk, Tóth Károly képeit mutatjuk be. Ő egy fantasztikus látásmóddal rendelkező fotóművész, fekete-fehér, gyönyörűen kivitelezett képekkel fog bemutatkozni újra. Vannak-e fiatalok? Van-e elég fiatal fotós Pécsett? Rengeteg. Hál' Istennek van sok és nagyon tehetséges fiatal fotós. A Mecseki Fotóklubban is egyébként most egy pezsdülés indult be. Hirtelen persze nem magától, hanem mert kerestük is a lehetőséget, hogy fölvehessünk új tagokat. 8-10 új fiatal fotográfus jelentkezett, és már aktív tagok. Mi a Mecseki Fotóklub koncepciója? Tehát milyen gyakran jelentkeznek tárlatokkal, illetve milyen jellegű fotókat, portrékat készítenek zömmel, vagy ezt mindenkire rábízzák, hogy képen mit szeretne fotózni? Nincs egységes arculat, ahány alkotó annyiféle képet csinálhat és csinál is. Tárlataink rendszeresen havonta nyílnak, tehát nagyjából minden hónapban egy kamara kiállítással jelentkezünk, és minden héten egy klubesten egy egyéb programmal, tehát előadások, képbemutatók és esztétikai, technikai jellegű előadások is vannak minden kedden 6 órakor. Ezek nyilvánosak, tehát bárkit szívesen látunk az estjeinken. Egyébként azt vettük észre, hogy portré az utóbbi években kevesebb készült a mi körünkben, ezért pont a hónap végére kiírtunk egy tematikus pályázatot a klubtársak részére, portré kategóriában. Nagyon sok ez az 52 év, ahány éves a fotoklub. Mégis csak hogyha tendenciát bemutatná, hogy ön szerint milyen út felé ágazik esetleg a fotózás, tehát milyen változások figyelhetők meg az 52 év alatt, a legmarkánsabb változásokra gondolok itt most. Hát, alakulás után nagyon erős volt a Mecseki Fotóklubban a épületfotó, a úgynevezett nem is tudok jó szót rá, tehát olyan életképek, ami az országban akkoriban másoknál nem nagyon volt divat. Aztán a 80-as évek közepén beindult egy modern csoport, a Fókusz csoport a klubban, akkor hát világra szóló képeket alkottak. Ez eltartott egy 10-15 évig ez a korszak, aztán a természetfotósok erősödtek, és most körülbelül 2005 között jött az, hogy mindenki mindent fotózhat, nincsenek uralkodó tendenciák, tehát nagyon széles lett a spektrum. Tehát az ön kiállítása szerdán nyílik, meddig látható ez a kiállítás? 3 hétig lesz nyitva a kiállítás a Ciszterci Rend kollégiumában. Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert és szép albumokat kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm. És most lássuk, mi minden történt még Európa kulturális fővárosában a hétvégén.
70 éves születésnapján köszöntötték Sólyom Katalint. A Jászai Díja színművészt éppen az Élet titka című Lázár Ervi művéből készült önálló estjén érte a meglepetés. A Pécsi Nemzeti Színház vezetősége és a kollégák virággal, pezsgővel ünnepelték a művésznőt. A 70. X egy szomorú tény, nem boldogít, muszáj elfogadni, mondta. Nem hinnénk el róla a korát, olyan tökéletesen alakítja szerepét. Lendület, életkedv, lelkesedés árad személyéből. 42 éve tagja a Pécsi Nemzeti Színháznak. A sok kiváló szerep közül az utóbbi évek legkedvesebbje a Grész és Glóriában Grész szerepe volt. 106-szor tűzték műsorra. A kezdet-kezdetén pedig a Légy jó, mint halálig Nyilas Misi szerepét szerette a legjobban. Meghatározó volt számára a Hamlet, amelyben Gertrudot alakította, és Kulka János volt a partnere. Ekkor kapott Jászai díjat. A legfrissebb szerelem pedig éppen az Élet titka, mely egy felnőtteknek szóló költői mese. Nem könnyű előadni és megérteni sem. Oda kell adni magát az embernek. Fogalmazott a Jászai díjas művész. A Szakcsi Generationnel kezdődött a Nemzetközi Jazz Hétvége a Pécsi Tavaszi Fesztivál programjainak sorában. Szakcsi Lakatos Béla a magyar jazz egyik legnagyobb képviselője. A 60-as években a gitáros Kovács Andor zenekarában kezdte pályafutását, de az igazi siker 1970-ben jött el, amikor Pegge Aladár kvartettjével hatalmas sikert aratott Montreux-ban. Sokoldalúságát jellemzi, hogy a roma folklor feldolgozását is szívügyének tekinti. 1975-ben a Piros karaván, majd az Egyszer egy cigánylány és a Cigánykerék című folkmüzikát írta meg. A Lisztdíjas zeneszerzőt, jazzzongoristát életműve elismeréseként idén tavasszal Kossuth díjjal tüntették ki. A nagyszabású pályafutás legújabb formációja a cigány népzene elemeit és dalamvilágát ötvözi a jazzszel, úgyis mondhatnánk a gypsy jazz stílus megalkotója. A Pécsi Tavaszi Fesztiválra két fiával és unokaöccsével érkezett, ezzel négy billentyűs szólistát állítva a csapat élére. A fiatalok számos díjjal, nemzetközi győzelemmel rendelkeznek. Fellépésük igazi jazz-zongora estet teremtett, a siker ezúttal sem maradt el. Horvát származású, bácskai születésű. 30 éve Gyükésben él, és 20 éve énekel a Pécsi Horvát Klub August Sénua asszonykórusában, Dalos Istvánné Anica. Vezetésével horvát nagybőti énekeket adtak elő az asszonyok Jézus szenvedéséről, Mária fájdalmáról a gyükési kápolnában a hétvégén. A hit és az összetartozás érzése fontos a kórustagok számára. Meg tudjuk mutatni magunkat, hogy vagyunk, hogy még mindig horvát misék is vannak Pécs városában, ugye ez a rész ez eléggé sűrűn lakott volt horvátokkal is, úgyhogy ilyen szempontból is kötődünk hozzá. A nagybőt mellett más oka is van a rendezvénynek. Máté István, a Gyükésiek Öntevékeny Köre Egyesület elnöke elmondta, tavaly az EKF által meghirdetett civil pályázatok egyikére beadták ötletüket. Megnyerték. A projektbe tartoznak a vallási énekek. Említhetném még azokat a kiállításokat, amelyek valamilyen egyházi vonatkozással mindig rendelkeznek, hiszen egy kápolnában azért nem lehet bármiféle eseményt megrendezni, de gyerekek is elő fognak adni irodalmi est, zenés irodalmi est lesz igazándiból augusztusban, amikor a Szent Bertalan búcsú közeleg. Az ünnep alkalmával Takács Gábor kanonok megáldotta a rendezvénysorozatot. Ezt követően megemlékeztek a nemrég elhunyt Bátori László apát plébánosról. Imádkozzunk el az Úr imádságát, a mi atyánkat. Az élettel teli kiskápolnát horvát nyelvű bosnyákok építették még az 1700-as években. Napjainkig többször felújították. Ezt a táblát a magyarországi horvát önkormányzat helyezte el a millennium évében az 1828-as felújítás emlékére. ezerháromszázhatvan bányás családot érintett volna, ha január elején bevezetik az egészségkárosodási járadékot újra szabályozó kormányrendeletet. Ez nem történt meg, és a jövőben nem is fog, mondta a Fidesz országgyűlési képviselője pénteken. Az utolsó pillanatban ellenzékből sikerült közalkoznom, és sikerült megoldanunk azt a kormányzattal közösen ellenzéki kezdeményezésre, hogy ez a járadék ne lépjen életbe, ez a járadék megszüntetés. Azt hiszem, hogy sokkal nagyobb figyelmet érdemelnek ezek az emberek. Hoppá Péter hozzátette, az általa kezdeményezett módosítással csak 2011. januárjára sikerült eltolni a rendelet bevezetését. A jövőben azonban szeretné elérni, hogy azt végleg eltöröljék, mondta a fideszes képviselő.
Mindjárt jönnek a sporthírek, de előtte lássuk, milyen időjárásra számíthatunk térségünkben. Néhány fokot hűl a levegő, de továbbra is marad a tavaszias idő. Hétfőn erősen felhőségre számíthatunk, szorványosan kialakuló esővel, záporral. A legmagasabb hőmérséklet a hét első napján 14 fok körül alakul. Kedden is marad a csapadékos idő, a levegő hőmérséklete 15 fokig melegszik. A hét közepétől ismét a napsütésé lehet a főszerep, a nappali hőmérsékletek 15 és 20 fok között alakulnak, de pénteken ennél akár melegebb is lehet. Az utolsó fordulót rendezték hétvégén az NB1-es női kosárlabda bajnokság alapszakaszában. A pécsi és a soproni csarnokban történt események döntöttek az elsőség sorsáról. A Mizó Pécs 2010 a Győrt, a soproniak pedig a Szegedet fogadták. A Mizó Pécs 2010 csapata az alapszakasz utolsó bajnoki mérkőzésén a Győr együttesét fogadta. Az első negyed 17-15, a második 27-18. A harmadik 19-16 volt a hazai csapat javára. Ennek a találkozónak a rájátszás miatt volt jelentősége, de a Sopron megverte a Szegedet 79-66-ra, így eldőlt, hogy a Mizó Pécs a második helyen zárta az alapszakaszt, és minden bizonnyal 31-én vagy április 1-én már játszanak is a hölgyek. Nyertek tehát a lányok, és ezzel a második helyen végeztek. Valamivel talán kevésbé volt jó mérkőzés, mint a Sopron elleni, a harmadik, negyedik, negyedben igyekeztek kiszolgálni a közönséget a pécsiek, ezért dicséret illeti őket, de egyébként a mérkőzés nem volt különösebben izgalmas, a végeredmény pedig Mizó Pécs 2010, Győr 79-67. Ez volt a Pont ma Pécs TV-n, Európa kulturális fővárosának hivatalos helyi televízióján. A város friss közéleti és sporthíreivel továbbra is rendszeresen várjuk Önöket a képernyők elé. Írjanak nekünk, vagy hívjanak minket. És ne feledjék, tudósításainkat, riportjainkat megtekinthetik a www.pechtv.hu honlapon is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!